rengeteg ilyen táborban vettem részt, és meggyőződésem, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy így filmekről, filmkészítésről, stábalkotásról, kooperációról, együtt dolgozásról bármit lehessen tanulni. Egy hét alatt össze lehet rakni egy olyan kis filmet, amire az ember így büszke tud lenni. Benne volt mindaz, ami szerintem benne kell lennie egy ilyen gyakorlatban. Nagyon sűrű volt, nagyon izgalmas. Életemben először találkoztam egy csomó technikai újdonsággal. Azt gondoltuk, hogy nagyon izgalmas lehet, hogyha összegyűlik egy csapat fiatal vidéken, és filmet kell készíteniük. És most, hogy másodszorra is megszerveztük, azt látjuk, hogy ez egy szuper ötlet volt, és mindenkinek hatalmas élmény, filmkészítőknek is, meg nekem is, aki csak így a végeredményt látom. Bármerre indulnak, akkor tulajdonképpen ott egy film van. Kicsit egy iránytűként próbálom ezt a folyamatot két napig ilyen csoportfoglalkozásokban terelgetni, és semmi akadémikus nem hangzik el. A filmkészítés nem csak abból áll, hogy nagy totál, meg kis totál, meg ilyesmi, hanem abból is, hogy hogyan tudunk kooperálni embertársainkkal, és egy ilyen tábor, ahol izoláltak vagyunk, nincsenek plázák a közelben, gyönyörű táj van, nagyon tudunk fókuszálni arra, hogy kik vagyunk, mit akarunk, és miért akarjuk ezt. Tapasztalat, új környezet, új emberek, és nagyon sok munka. De nagyon sok vidámság, és nagyon sok energia, és a végén tényleg ott áll az ember, hogy tegnap érkezett, és holnap megy, és közben meg eltelt 10 nap.